István egy véri szöglete után fehér, horvát, 1-0, teljesen tehetetlen az zalaegerszegi védelem. Igen, erről már beszéltünk, ez egy akrobatikus, nagyon szép mozdulat volt, a visszafejelt labdát Horváth Gábor nagyon szépen húzta a kapuba. Egy picit azért azt mondanám, hogy a zalaegerszegi védelem számlájára is írom ezt a gólt, ettől függetlenül semmit sem volna a fehérvári játékos érdeméből, mert nagyon szép a mozdulata, hogy hátrafelé húzza. Ugye itt ez a átfejelés, ez kulcsfigura, ide a védelem mögé helyezkedett Horváth, és hibátlanul oldja meg a feladatát. Kezdődött a második félidő, 47. perc eseménye, már amit látunk belőle, a csereként beállt játékos Koplárovics lövését hárította a Fehérvár kapusa. Szép a lövés, Koplárovicsnak is talán az első labda érintése, a védés is szép volt. Aztán nézzük, indul ismét egy vendégtámadás az 51. percben, Sitku, Vulin is hozzáér, és ott jön Nagy Dániel, nem habozott. Igen, Sitku önzetlen, de itt is jól látjuk, hogy a két játékos borzasztó gyorsan felismeri a helyzetet, mert itt Sitku ugye fölnéz, ez 2-1-be illik lejátszani, de hát az a probléma, hogy ugye itt az egy védő nem tud mit kezdeni. Ugye reklamált az Alagászek, hogy les volt, de szó sem lehetett róla, mert az átadás pillanatában Nagy Dániel biztos, hogy nem állt lesen. Utána pedig, amikor már hozzáér ugye a belső védő, és utána túlpattan, az a helyzet már nem számít, és higgadtan nagyon jól oldja meg. Megvárja, ami fölnéz, látja, hogy a kapus hova helyezkedik, és szépen eldövi ide. Tehát én azt mondom, hogy teljesen rendben volt, és megdicsérem az asszisztens, mert ez egy nehéz helyzet volt, de jól ítélkedett. Menjünk tovább, 58. perc eseménye jön. Dvéri, szenzációs labda, Sitku elengedi. Itt viszont ugye rögtön álljunk meg, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Ez a passz, itt jól látszik, hogy a fehérvári játékos a Dvéri átadása, mert szó sem lehet, hogy el sem álljon. Viszont belül középen ott valószínűleg el sem áll a fehérvári támadó. Igen, ám csak itt az a történet lép elő, hogy nem az játsza meg a labdát, aki el sem áll, és itt viszont én szerintem óriási hibát lép az asszisztens, itt ugye egyből jelzi a lesállást, holott ezt itt tovább kell. 58. perc, kipattanó labda, farkas lövése. Így sikerült. Igen, meg is pattam egy picit, hogy ebből szöglet lett, de maga a próbálkozáson nagyon szép, hogy egyből elválja a dropból a lövést. Ők vannak továbbra is támadásban. Úgy látszik, sokat nézte a spanyol meg az angol bajnok itt. Most kapura ívelt egyet Farkas. Egy sarkazás, még egy, innen szép, aztán ez a vége. Igen, ezt azért raktuk el, mert szép a kombináció, de vissza sarkazás, és a rövidre próbálják meg, a kapus a hosszú van. Jó helyre ment az. Beívelni. Aztán egy újabb indítás Farkastól, Nagy Dániel lövés a kapufát is érinti. Ez is egy szép lövés, elirűztel úgy, meglövi a kapustól, és simán bent lett volna. Egy visszaadott labda Davidovtól jön Zatara. Óriási lövés, majd innen látszik, hogy hozzáér német, meg a kapufa is. Én azt mondom, hogy ez volt a meccs pillanata, a lövés is, a védés is, függetlenül attól, hogy szép voltak a gólok is, ez a lövés, ez a védés, ez megértünk. Waltner, Koplárovics, Pekic, némi kapus segédlettel. Így kéne ez a futball, három labdaérintés, gól. Védelem mögé, ugye Waltner lepasszolja, Koplárovics be középen, Pekic épp, hogy pályára lépett és simán bepofozza. Ugyan nem találja el jól, ilyen értelemben szerencséje van, de lehet, hogy pont ez csapja be a német kapust, és ezért kerül a hálóba a labda. És tessenek figyelni, itt jön egy óriási fehérvári helyzet. Kovacsics kétszer is megöt véd, aztán egy hárítás. Középre megy a fejes, talán ezért tudja a kapus hárítani. Aztán nézzük a másik oldalt. Pekics óriási lövőkedvel.
fehérvári kapus simán tisztáz. És hát egy óriási nagy hiba, Kocsárditól a léc alá bombázó Sitku az ajándékba kapott labdát, és nagy öröm, óriási öröm a fehérvári kispadon. Sitku jól ólálkodott, a védő nem nézett fel, ugye ő pedig ott szépen ott figyelte a történetet, köszönte szépen, és nagyon szépen megoldotta a rövid saroknál kapus szeme közé vágta, hogy fogalmazza ki, így kapu a fölötte rúgta el, itt nem volt esélye a kapusnak, lentre laposan várta a lövést. A játékvezető meg gondolom már azt hihette, hogy elég az ekkora vezetés. Na, itt majd látjuk a hátsó kamerálásból, mondjuk úgy, hogy a leskamerából, hogy itt elhibázta, azt hiszem, a játékvezető, meg főleg a partjelző, az asszisztens. Tetszenek látni a pillanat, amikor indítják a csatárt, az bizony azt jelzi, hogy... Így van. Tehát itt az a baj, az első kamerálásból láttuk, hogy ott úgy nézett ki, hogy teljesen rendben volt, itt pedig látszott, hogy nem volt, és tovább kellett engedni. Hát kérem szépen, ebben a fordulóban tehát volt négy mérkőzés,